Second pairing involves Apple FC. And it also involves FC Felsüt from Hungary. Okay. Cyprus versus Hungary. Mit szóltok a sorsolás eredményéhez? Úgy gondolom, hogy ideálisabb talán nem lehetett volna így előzetesen. Ezt azért merem így kijelenteni, hisz dolgoztam Cipruson, és nagyjából láttam azt, hogy az utánpótlás milyen szinten tart. Igaz, hogy egy pár éve eltelt azóta, hát remélem nagy fejlődése nem estek át. És mekkora kihívások várnak ránk, hogyha tovább jutunk? Hát ott már egy komolyabb lépcsőfokon lévő csapatokkal kerülhetünk szembe, a Helsinkivel, illetve a Celticgel. Én úgy gondolom, hogy az egy sokkal erősebb csapat, bármelyik is jut tovább, a futballjuk is előbbre tart, akár a ciprusiakkal, ha összehasonlítom őket. Hogy érzed, szerencsésen jöttünk ki a sorsolásból? Szerintem teljesen nagyon jó csapatot kaptunk, szerintem ha kimegyünk, akkor győzelme fogunk visszatérni. Mit tudsz a ciprusi csapatról? Hú, hát megmondom őszintén, nem tudjuk az egyik csapatról se, hogy milyen erőt képviselnek, de szerintem felül tudunk kerekedni a csapaton. Hogy érzed az ellenfélből kiindulva, milyen esélyekre indulunk szeptemberben? Nyilván minden csapat nagyon nagy játékerőt képvisel, ezért nem mondhatjuk azt, hogy akár még csapat jó lenne, de azért az, hogy az a ciprusi apoja csapattal játszunk, úgy érzem, hogy nagy esélyünk van arra, hogy akár tovább jussunk a következő fordulóba. A Barcelona ellen koncentráltan játszottatok. Most hasonló higgadságra számíthatunk majd? Igen, mindenféleképpen, hiszen ez is egy komoly nemzetközi megméretetés lesz a számunkra, de azt gondolom, hogy kellő önbizalommal mehetünk, hiszen sikerült legyőznünk a Barcelonát a múlt pénteken. Hogyha a Barcelona elleni második félidei játékot nézzük, akkor szerinted meddig jutnátok el? Hát azért ilyen fegyelmezettséggel és higgadt játékkal azt tudom mondani, hogy elég sokáig el tudunk jutni, de nagyon sokan múlik az, hogy milyen formában van a csapat, és hogy milyen fegyelmezettek leszünk. Ez lesz szerintem a kulcs.